Sziasztok! Nevem Gábor Lázs, és aki figyeli a csatornámat, az már tegnap este látta, hogy a boltban levideóztam az iPhone 8-at és 8 Plus-ot, összehasonlítottam a sima 10-essel is színekben, meg hogy milyen színek vannak. Amúgy is még, mert most az újdonság az iPhone-nál nem az, hogy egy új iPhone 11 van már, hanem egy piros iPhone 8. Hogy miért nincs iPhone 10 piros színben, azt nem tudjuk, de a 8 és a 8 Plus Product Reddit edícióban van, ami azt jelenti, hogyha még egyszer mondom, tegnap nem néztétek meg a videómat, azt jelenti, hogy az Apple minden évben egy valami különleges készléket kiválaszt, és az piros színben kihozza a piacra, azért, mert 11 éve próbálják más cégekkel együtt az AIDS elleni küzdelmet előre vinni, tehát 160 millió dollár gyűlt össze eddig 11 év alatt ilyen szempontból, és ezért limitált is az edíció, tehát a piros készlék nem tudjátok egész évben venni, hanem csak amennyit legyártok az Apple belőle, utána majd persze nehezebb már megkapni. Az előző iPhone 7-et nem tudom, hogy hány hónap alatt adták el a komplet minéket pirosban, de általában karácsonyig el szokott fogyni. Most mondjuk nyár van, ilyenkor nem szoktak olyan sok iPhone venni, de ez pontosan ezért egy nagyon jó kis marketing gangnek is lehet hívni. Tehát itt van az iPhone 8 Plus, én pluszban vettem meg, hogyha simát is akarjátok látni pirosban, nézzétek meg a videót, ahogy említettem tegnapról. Kívülről látjátok, hogy nagyon szépen mindenhol piros logók, ikonok, előről. Azzal, hogy itt benne van ez a vágás, azt akar bemutatni, hogy üveg a hátulja persze. Ezt is 64 gigával tudjuk venni, még 256 gigával, tehát kettő különböző méretben van, és csak piros van hátul rájva, de elő persze Product Reddit írtak rá, tehát tényleg tudjuk így, hogy milyen készléket kapunk. Egy kicsit több ikon van rajta, hogyha majd megnézzük a készléket önmagát, de majd ezt később, egyelőre nézzük meg, hogy a telefon hogy néz ki. Látjátok, a fólia már nincs rajta, úgyhogy eléggé gyorsan ki tudom menni a dobozból, mert már csináltam egy német kicsomagoló videót, ami már tegnap kiment. És itt látjátok, hogy van valami piros benne, azt mindjárt elolvassuk. Aztán itt van a telefon, amire meg ráraktam a fóliát, és ez az első újdonság, fekete az eleje, de ezt már tegnap is láttátok. Mindjárt még egyszer megnézzük így, hogy már kicsit lement a nap, hogy milyen kicsit sötétebb fényviszonyokban, hogyha ráesik a fény, hogyha nem esik rá a fény, az persze mindig nagyon különleges. Aztán a dobozban azt látjuk, mindegyik másik iPhone-ban már legalább 5 vagy 10 éve. Van egy töltő benne, ami tovább is egy gyors töltő, amit én azért szeretek, mert további az aksia. Ami furán hangzik, de majd elmondom, hogy miért pontosan. Pontosabban igazából röviden összefoglalva azért, hogyha lassan töltünk egy akkumulátort, akkor tovább bírja hosszú távon. Van hozzá egy feladatom, ami tovább is egy standard jack csatlakozóval rendelkezik, de mivel nincs rajta már jack csatlakozó, azért van egy adapter hozzá, hogy tudjunk más feladatokat is használni, majd meg ezt a feladatot, amit kapunk hozzá, persze az earpodokat, és egy standard lightning kábel is esse piros, hanem fehér. Tehát igazából az még mindegyik iPhone-ban, hogyha kihúzom itt az olvasnivalót, itt is a matricákat, papírokat még mindig megkapjuk, ezeket ismerjük, de az első papír, ahogy látjátok, pont erről a Product Red-ről szól, és hátul itt van rajta, hogy menjetek a red.org-ra, és akkor el tudjátok olvasni, hogy ez pontosan miről szól. Hogyha nem akartok új iPhone-t venni, és mégis jótékonykodni akartok, úgymond egy Apple termékkel, akkor vegyetek egyszerűen egy terméket a Product Red családból, amik például tokok is, az iPad-hez, meg iPhone-okhoz is léteznek, akár van iPod, aztán Touch is Product Red edícióban, de nézzük meg először a telefont, ami piros. Húzzuk le a fóliát, ez sok embernek nagyon kedvenc kis része, és elől is. Húzzuk. És látjuk is a gyönyörű fekete elejét, de persze sokkal izgalmasabb a hátulja, ami piros, és hogyha oldalra tartom, akkor kb. Így néz ki igazából a színe. Hogyha előről nézünk rá, akkor kicsit sötétebbnek néz ki, azért mert arról persze nem kap annyi fényt, de kb. Így néz ki simán, hogyha most nem kamerával venném fel, hanem hogyha kezünkben tartanánk, bármelyik fényviszonyban így néznek ki. Oldalról, ha megnézzük, akkor persze ez a plusz verzió, azért van egy dual kamera rajta, és azért vesztem ezt most, mert össze akarom hasonlítani a Huawei-nak a P20 Pro okostelefonjával, ami az is egy gyönyörű Twilight színben kapható, az is dual kamerával, úgymond zoom szempontjából, a harmadik kamera itt csak a fekete-fehér szempontból van rajta, de hát folytassuk azzal, hogy néz ki ez a piros.
alul ide van írva, hogy iPhone, aha, meg Product Red, de persze az is még rá van írva, hogy CE, meg FCC, meg ilyen nyelek, tehát az már nem annyira szép szerintem, hogy engem kérdeztek, de hát ez van. És hogy oldalról megnézzük, akkor persze csillog az egész, és az alma is egy kicsit csillog, és egy nagyon szép telefon találunk majd itt, hogyha megvesszük. Ugyanannyit van, mint egy sima iPhone 8-a, tehát itt nem kell aggódni, hogy ez drágább lesz, csak azért, mert jótékonykodni akarunk. Hogyha megnézzük még továbbiakban oldalról a szélét, akkor látjuk, hogy ez is egy gyönyörű fém piros házban van, ami persze igazából egy sima alumínium, erős alumínium ház, de be van festve, eloxálva, amiről nem tudjuk persze levakarni a festéket, csak hogyha lejtjük, akkor majd látjuk. Aztán oldalról van hangerőszabályozó, még mindig a hang némítás is rajta van, nincs ott a felgató csatlakozó se alul, se felül, ahogy már említettem, és elől a fekete képernyő alatt sincs sajnos a kör körül se egy piros csík, hanem csak simán on and off, vagyis home buttonként lehet ezt használni, és nem piros akcentusos, és semmi előről látjátok, nem piros, csak körbe, az egy kicsit körbe látszik, hogy piros okostelefonról van itt azért szó. Ha látni akarjátok még, hogy az iPhone 10-hez közelről képest, hogy néz ki, meg a feketéhez képest, hogy néz ki az iPhone 8 Plus a piros verzióban, akkor nézzétek meg a rövid bemutató videómat tegnapról a boltból, ott a 8-as Plus-at is bemutatom még egyszer nektek, hogy lássátok azt is, hogy méretben, meg színekben kb. Talán különbözik-e vagy nem, de eddig is ez volt a rövid kicsomagoló videója itt az új iPhone 8, vagyis 8 Plus-nak. Red Edition-ben közben néztetek, a nevem Gábalázs, legközelebbig, és ne felejtsetek el feliratkozni.